Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Horn Gábor, a Republikon Intézet alapítványának elnöke, és mint hallották, Ágnes már a Szignálba is beleszól, mert annyira szeretne beszélgetni. Fazekas Ágnes, a Brajer Press főmunkatársa. Horn Gábort üdvözöljük így korán reggel a stúdióba. Jó reggel, nincs már. Vagy korán reggel fölkelt, hogy bejön hozzánk. Dugók voltak? Nem, ezért előbb is érkeztem. Azt hittem, hogy nem lehet közlekedni, mert ugye a Szent István körúton kell végigjönnöm, és legnagyobb meglepetésemre ma már mindenki tudja, hogy ott nem lehet közlekedni, ezért nem volt ott senki. Tehát akkor szabad utat, mint hogyha rendőrök álltak volna, és szabadá tették. Mintha Izraelbe kormányfőként érkeznék. Igen. Hallotta az előző beszélgetést, milyen hozzáfűzni valója van? Csak egy kicsit hallottam a második felét. Egyetlen egy, csak azért, hogy hogy érzik magukat itthon a zsidók. Most jelent meg egy nagyon komoly és mély kutatás a magyar zsidóságról. Ennek volt egy pártpreferencia része is. Ugye 1500 embert kérdeztek meg, akik magát zsidónak vallja. Ebben a kutatásban a Jobbik nulla szavazatot kapott, tehát egyetlen egy ember sem volt, aki Jobbikra, a Fidesz 1%-ot, tehát ennyit arról, hogy mennyire vannak megelégedve a magyar zsidók, akik ebben a kutatásban részt vettek. 1500 fő, és ezeket nagyon jó. Csak mondom, hogy 1%-ot, és a győztes a kétfarkú kutyapárt lett ebben a kutatásban. De a zsidóknak humor van, főleg a magyar. Nem, nagyon nincsenek megelégedve a magyar politikával, azt gondolom, erről van szó. Ez nézőpont kérdése, hogy nem, honnét nézel. Nem, hát ez nem nézőpont kérdése, mert ez tény. Tehát ez a kutatás azért elég jól reprezentálja a magyar zsidóság jelenlegi gondolkodását. Én azt gondolom, hogy hát természetesen Orbán és Netanyahu nagyon jól megértik egymást, mert ugyanazt gondolják a világról. Jó, két inkább szélsőségesen jobboldali karakterű, erősen nacionalista politikusról van szó, és azt gondolom, hogyha megkérdezik... A nacionalista az most egy szitokszó, vagy hogy kell, hát, hogy értsen? Részemről igen, nem szitokszó, számomra egy negatív kategória, különösen Gábor, a mai világban. Akkor amikor én gyerek voltam, akkor volt a Kiváló Áruk Fóruma, a magyar termékek, az nem a nacionalizmus alapja volt? Az, ha egy osztály büszke arra, hogy himnusza van és zászlója, és osztály termékeket fogyaszt, akkor ő egy nacionalista. De itt nem erről van szó, az önmagában nem nacionalista. Én egyébként be kell vallanom, egy nemzeti büszkeség. Be kell vallanom, ezügyben inkább a jobb termékekre hajtok, és nem a magyarokra. Tehát, hogyha én ebben ilyen vagyok, egy kozmopolita vagyok, én azt gondolom, hogy ha bemegyek egy boltba, akkor azt nézem meg, hogy mi a olcsóbb és jobb, és ez alapján döntök, és nem az alapján, hogy mi a magyar. Tehát nekem az az eper is nagyon jó, ami máshol termet, ha finom. Tehát, de ebben lehetünk nagyon különbözőek, azt gondolom. Ami azonban tény, és hogyha megkérdezzük mondjuk az izraeli baloldalt Orbánról, akkor nagyon hasonló véleményen lennének róla, mint amilyen én vagyok. Tehát itt két... Ezért mennek is, és most tüntetnek. Igen, két a világról nagyon másképp, nagyon hasonlóan gondolkodó politikus találkozójára van. Szóval ez nincsen semmi baj, de én nekem ne kell már büszkének lennem erre. Arra nem kellene, hogy büszke legyél, hogy egy magyar légierőgépe érkezik meg, és a két nemzetnek a kicsit se, zászlója. Miután egy fél évvel ezelőtt tagadták le azt, hogy ez a gép kormánygépként fog működni. Nem ugye? Kormánygép, katonai rendszáma van neki. Jó. A miniszterelnök megérkezik egy Hungarian Air Force feliratú géppel. Egy egyes az hiányzik, és egy kicsit másképp néz ki a repülőgép, halljuk be. Más méretű, valószínűleg a belső felszereltség, és egy kicsit más. Akkor azt gondolom, hogy célszerű lenne nem hazudni. Tehát nem a képünkbe hazudni. Mondom, én emlékszem arra a főtábornoki szövegre, ami arról szólt, nem tudom már melyik vezető, katonai vezető mondta, hogy ezeknek semmi köze a magyar kormányhoz, ezeknek a repülőknek. Ezek kizárólag azért vannak itt, hogy szállítsák a magyar katonákat. Nem a magyar kormány nem a magyar költségvetésből fizet. De a magyar költségvetésből fizet, remélem szerint igen. Most éppen elég bőségesen az utóbbi időben.
De ettől még azt kell, nekem ezzel nincs bajom, csak akkor azt kell mondani, hogy kérem szépen vettünk egy, illetve két gépet azért, hogy a miniszterelnök ezzel repülhessen és leszállhasson a Ben Gurionon, így ahogy leszállt. Engem ez egy kicsit se tölt el büszkeséggel, megmondom őszintén, de valószínűleg bennem van a hiba ez. Én nem tudom, én nekem a két zászló láttán, lehet, hogy rosszul fogalmazok, azért úgy hevesebb ember a szívem, mert arra gondolok, hány magyar zsidó adta az életét annak az országnak a létrehozásáért, tehát van benne valami. Hát erre beszélsz, gondolom, te is beszélsz kicsit többször, mint én, kint lévő magyar származású zsidókkal, ők, nekem rokonaim is élnek kint, kicsit sincsenek jó véleménnyel Orbán Viktorról, azt kell neked mondanom. Legalábbis az én rokonaim, de lehet, hogy ők is... Lehet, hogy a Bibiről sincsenek jó véleménnyel. Nincsenek, egy kicsit sem, róla se. Két farkú kutyapárt elnézést, azt mondta a Gábor, hogy a zsidó felmérés. Állítólag erősödnek az egyéb felmérésekben is. De a parlamentben nem kerültek. Nem. Hát nem, de az, hogy erősödnek, ez nyilván azt mutatja, hogy elégedetlenek az emberek az ellenzékkel. Van egy nagyfokú apátia a magyar politikai életben. Vannak ezek az időközi választások, csak hogy arról is beszéljünk, amiért jöttem. Ahol egyértelműen látszik két dolog, egyrészt az, hogy alacsony részvétel esetében, ugye mindegyik esetben 20% körüli volt a részvétel, ami nem szokatlan. Gábor, de miért? Tehát ha elégedetlen vagyok valamivel, akkor fölkelek és tanúbizottságot adok arról, hogy én kérem, elégedetlen vagyok, ez a lehetőségem, nem? Hát te így gondolkozol, úgy tűnik a magyar társadalmi jelentősége nem. Általában jellemzően ezek közül az önkormányzati időközi választásokon mindig alacsony a részvétel. Tehát nem meglepő ez a 20% körüli. Ennyi szokott lenni. Egy. Kettő. Túl vagyunk egy jelentős győzelmet jelentő választáson. Hú, ez nem sikerült. Tehát a Fidesz kétharmados győzelmén. Ilyenkor, ha visszaemlékszünk, nem emlékszünk rá, 2014 választások után, ugye rögtön volt az Európai Uniós választás, ahol fölényes győzelmet aratott a Fidesz. Az őszi önkormányzati választásokon is fölényes győzelmet aratott a Fidesz. Tehát van a győzteses húzás, ezt ismerjük, ezt a logikát, és van egy nagyon érdekes része, mert ugyan kutatásunk nincs, de elemzéseket csináltunk az utóbbi egy hónapban, ami egy teljesen újszerű és nehezen megfejthető elem, mind a Józsefvárosban, mind pedig a miskolci választáson, hogy ennek volt országos hírértéke, a szegényebb körzetekben nagyon nagy fölénnyel nyert a Fidesz, a jobb módú körzetekben viszont az ellenkezőjét figyeljük. Tehát például a összeellenzéki jelölt a Palota negyed rész, tehát a 8. kerületnek ez a tulajdonképpen 5. kerületi részét, tehát ezt a jó módú gazdag polgárosodott részét, azt megnyerte Győri Péter. Tehát 51 vagy 52% kapott. Miközben a szegény részeket, tehát a Józsefvárosnak az igazán lepusztult szegény részei, meg fölényesen 80-90%-ra nyert. Tehát, hogy várnak valamit a kormánytól. Részben erről van valószínűleg szó. Meg itt a rendpártiság, azt gondolom, hogy fontos elem, hogy a Fidesz azt ígéri, és ezt be is tartja, hogy ő rendet csinál itt az országban. Szerintem borzasztó sok kárt okoz ezzel az ígéretével, mert az a gyűlöletkampány, ami itt folyik, ennek a rendpártiságnak a szerves része, de kétségtelen, hogy ez ebben a alacsony részvételű helyzetekben eszméletlen erőforrás koncentrációval, tehát ha csak egy kicsit ránézünk, a Győri Péter közé tette, hogy mennyit költött el erre a kampányra, azt hiszem 573 000 forintot, ennyit sikerült neki összehoznia. A másik oldalon voltam elég sokáig kampányfőnök, tehát látom, hogy nagyjából minimum 30 milliót költöttek erre a kampányra. Valószínűleg közpénzből, hiszen az önkormányzati felületek voltak tele. A győztes polgármester különböző felületről szóló történetekkel. Tehát van ez az erőforrás különbség, tehát könnyű azt mondani, ugye mindenki azt mondja, hogy fölényes Fidesz győzelem, ugye ezt szeretném jelezni, hogy a magyar társadalom politikailag létező fele nem szavazott a Fideszre. Tehát ugye körülbelül 50-50% volt, ugye 2,6 millió ember szavazott a Fideszre itthon, most a határon túli a plusz a kb. 200 000 határon túli szavazó, és kb. Ugyanennyi szavazott itthon az ellenzékre, ami az együttműködésképtelensége sok minden miatt nem tudta ezt úgymond szavazatra váltani. Elnézést, de Józsefvárosban nem Győri Pétert akarom bántani, de ő nem politikus. Nem lehetett volna jó jelöltet találni, tehát most nem csak Józsefvárosban, máshogy is.
Tehát, hogy miért nem tudnak jelölteket? Ezt nem velem kell bevitatni, mert én ezzel egyetértek, amit mond. Én is azt gondolom, hogy az a fajta, én régóta ezt ez gondolom, a lejtmenet egy jelen. Azt gondolom, hogy ez a fajta, hogy majd a civilek megoldják, ez egy önbecsapás. Egy súlyos önbecsapás, aminek egy pozitív elemét láttuk, ugye ez a Márki-Zay féle történet, Hódmezővásárhely, amiből semmiféle következtetés nem szabad levonni, mint ahogy egyébként Józsefvárosból se szabad. Tehát, mert ebből önmagában nem derül ki semmi, de kétségtelen, hogy a magyar ellenzék nagyon rossz állapotban. Gábor, van átra 3 percünk, és pont erről szeretnék beszélni. Hatalmas politikai múltja van az SZDSZ, ami egy jó gondolat volt, kár, hogy vége. A liberálisok egy képviselője reggeltől estig dolgozik, de eredményt nehéz elérni egy embernek. Az ellenzék veszít, veszít, veszít. Mikor fog magához térni, vagy egyszerűen el fognak tűnni a szocialisták például? Hát én nem gondolom, hogy el fognak tűnni. A magyar társadalom abban az értelemben különbözik mondjuk a lengyeltől, hogy itt tényleg vannak baloldali szavazók. Lengyelországban el tudott tűnni a baloldal, mert sose volt Lengyelországban erős baloldali szavazó bázis. De utolsó az elnézés nem csak Lengyelországban tűnt el. Ez igaz. Tehát az egész ez így régióban. Van, de azt gondolom, hogy a Magyarország helyzete a régióban abban az értelemben más, hogy egy jól körülhatárolható, erős baloldali szavazó bázis van. Hogy meg tudják-e szólítani a politikai erőket ezt a bázis, ez egy nagy kérdés. Na jó, de lehet, hogy a szocialisták eltűnnek, és jön egy korszerűbb baloldal, tehát nem a baloldalisággal de van baj. Az a baj ezzel, hogyha megnézzük ezeket a szocialistákat, ugye, valószínűleg az egyik legfiatalabb pártvezetése a szocialisták van. 41 néhány éves emberek, akik igen, nem is éltek, vagy persze, óvodások voltak a boldog, 56 után boldog békeidőkben. Tehát a Kádár rezsimről nincsenek élményeik lényegében. Hát a baloldal azért ez nem a Kádár rezsim. Nem csak, hogy amikor komcsizás folyik, erre mondom ezt. De kétségtelen, hogy itt valamiféle a politikai élet meg nem értése, a szellemi háttér hiányát is érzem ebben az egész dologban, kell egyfajta kreativitás. Én például ilyen kreativitásnak, innovációnak gondolnám az előválasztást, ami lehetővé tenni azt, hogy a baloldal másképp viszonyuljon a szavazókhoz. Azt mondanám, hogy megkérdezek titeket, szavazók, hogy mit gondoltok arról, ki induljon itt. Ez önmagában egy kampányelem. Tehát én például nagyon örülnék, ha eljutna odáig, de nem fog a mostani helyzetben a baloldal, hogy mondjuk a fővárosi főpolgármester jelölt, tehát azt egy ilyen keresztül, egy előválasztáson keresztül választanak. És nem megint az legyen, hogy mutyiban csinálnak egy rossz alkut, amit senki nem szeret. Tehát mindenki rosszul érzi magát belőle, mert ugye majd kijön belőle egy olyan jelölt, akit én se szeretek, te se szeretsz, te se állsz mögé, én se állok mögé, ott áll szegény egyedül a semmiben. Én naphosszat hallgatnám tovább, de 9 óra van, és ha 9 óra van, akkor jön a mindentől független híradón. Kedves nézőink, ezzel a beszélgetéssel pont így a közepén, amikor belejöttünk, véget ért a Pirkadat reggeli magazinműsorunk. Most jön a híradó, utána a Szabad Egyetem, velem legközelebb este 7 órakor találkoznak, addig is a legjobbakat, érezzék magukat jól, és figyeljék továbbadásainkat, és akkor a mindentől független híradó következik.